Nagyon sem mindenkinek szép jó napot, itt a Remény hal meg utoljára, ugye? Zomborski Fehér Zsolt vagyok, aki még nem ismerne, és... De minket nem lehet eltántolítani, meg kellett szállítani. Na, aki még nem hallotta, a mai nappal Horvátországban a Horvát Bíróság a fogyasztói közérdekű perben a fogyasztóknak, a devizahiteleseknek adott 8 horvát bank ellen igazat. Ott mások meg kell várni, hogy jogerős legyen. Jó, de ott vannak horvátok is a parlamentben. Így van, ott vannak horvátok is. Én most készültem megint a kúriának, mert olvastam a Banif Plusz ítéletét a fővárosi törvényszéknek, ahol azt taglalták, hogy az árfolyam rés az nem költség. Én elhiszem, hogy nekik nem költség, ezt múlt héten már megbeszéltük, hogy aki még kocsival jár, és még azt sem tudja, hogy mennyi a benzin meg a kenyér ára, annak nem költség, de annak, aki fizeti, annak valóban, és még hozzá húsba vágó költség. Kigyűjtöttem 1-2-3-4-5 magyar banknak, idézőjelben magyar banknak, a CIB-nek, az OTP-nek, az Unicredit-nek, az Erste-nek és a KNH banknak az árfolyam rés változásait és az árfolyam rés abszolút értékét 2004-től 2012-ig. Nem tudom, hogyha engem egy józan parasztérszer felkérne a kúria szakértőnek, akkor kb. 5 perc alatt be tudnám bizonyítani, hogy az árfolyam rés, ahogy kilépnek azon a kapun, az nekik is árfolyam rés, de hát hogyha elmásztak a zsüvegtoronyban élnek, akkor persze, hogy nincs semmi közük a valóságban. 2004-ben a CIB-nek az árfolyam rés, ami azt mondták, hogy egy technikai érték, teljesen mindegy, hogy a svájci frankban miben számoljuk az úgymond devizában nyilvántartott hitelt, az a magyar forintban ugyanannyit jelent. Ez egy kamat jellegű költség. És be is bizonyítom, hogy erre a bankok is rájöttek. Különben van olyan autóhitelezőnk, és vannak olyan bankok, akik már leírták, hogy az árfolyam rés az költség. Lombard is elismert, a Budapest Autófinanszírozási ZRT, egyéb bankok is, hogy benne van a THM-ben. Utána mostanában a panaszleveleinkre abban megint letagadják, de a lényeg, 2004-ben ez egy szabályozatlan piac mind a mai napig, tehát szabadon lehet garázdálkodni. A számok azok önmagukért beszélnek. 2004-ben a CIB-nek az konstans volt mostanáig, 3% volt a deviza vételi és eladási árfolyam közötti árfolyam rés. Ezt mindenkinek beépül a THM-ében, mindenkinek ennyivel többet kell visszafizetnie. Az OTP-t figyeljünk, 1%-on kezdte 2004. június 5-én. Az Unicredit akkor 1,2%-on tartott, az Erste az egy konstans, már akkor 4,1%-on tartott, és mind a mai napig 4,1%, ami a THM-ben a kúria jelenlegi álláspontja szerint, mert már vannak felülvizsgálati kérelemben elbírált ítéletek, illetve a Polt Péternek, a legfőbb ügyésznek a tavalyi októberi állásfogáshoz képest a érdekes módon megváltozott véleményében és a PSZÁF véleményében, ezek már nem költségek, noha a PSZÁF THM kalkulátorában a árfolyam rés az költségnek van megadva. Itt már azt sem tudják, hogy mikor mit hazudozzanak, csak az a lényeg, hogy éppen amikor kapnak arra egy parancsot, akkor gyorsan vigyázni kell állni, és olyan, mint a skizofrén, nem emlékszik arra, hogy korábban mit mondott, mit tért le. Menjünk tovább. A KNH-nak 2004-ben 1,5% volt az árfolyam rés. Devizáról van szó, hangsúlyozom, nem valutáról, tehát ezzel alapvetően nincs költség, meg a bankoknak nincs költség, én nem beszélve arról, hogy a devizában nyilvántartott költség. Gyertek a bankok, ha most mondják, igen. Tessék, itt van, beolvasom, index, itt az ítélet, gyertek a bankok. De most nem szabad annyira kétségbe esni, mert a Banif Plusznak az ítéletében éppen az van, hogy az árfolyam rés az nem költség, de ennek ellenére sem is lett maga a szerződés. Tehát rengeteg olyan pont van, ami alapján a szerződések támadhatók. De most folytatom tovább, ha még a bankok nyertek is az árfolyam résen, mert Magyarországon ma tisztességes, úgy látszik kúria nincs, és elég 5 embert lefizetni ahhoz, hogy egy egész országot rabszolgaságban tartsanak. A szervezésért. Magatok feleltek mindenért, ami következik ezután. Szép jó napot! Én Londonba stoppoltam haza, csak ezért, hogy itt is tudjak segíteni.
Londonban ugyanazt tapasztaltam, mint ahol akárhol megfordultam a világban, hogy a magántulajdon beelőzte az emberi jogokat. Eladnak mindent hatalmas multi-corporation-öknek, multivállalatoknak, akik nagyon aranyos emberek a tagjai, de ugyanakkor megölnek mindent a Földön, egy halálos gépezetet hoztunk létre. Ennyit tudunk most csinálni, hogy döntünk élet és halál között. Magántulajdon és közkincs között. Amúgy elnézem ezeket az akasztófákat, nem teljesen világos, hogy most élet vagy halál itt most a tét. Én szerintem az élet jobb lenne, hogy az van. Igen, a mi életünk volt. De ki vagyunk mi? Mi vagyunk az emberek? Mi vagyunk az élet a Földön? Akár az Isten. Az Isten se szeretné, hogyha itt most vérontás lenne. Vegyük vissza azt a hatalmat, amit mi adtunk ezeknek a pszichopatáknak, akik most uralkodnak fölöttünk. Mi adtuk nekik az összes hatalmat, amit van nekik. Nincs semmiféle lézersugár, ami a szemükből fog jönni. Nyugodtan meg lehet mondani, hogy megbuktatok, hátat kell nekik fordítani és valami jobbat létrehozni. Ezt a felháborodást fel kell használni, mint ahogy mindenhol a Földön felhasználják arra, hogy építsünk valami értelmesebbet ennél a rendszernél. És mindenki a világon, ahol ugyanez megy végbe, ugyanígy az emberek az utcára vonulnak, ugyanígy próbálnak segíteni a dolgokon, mind bennünk vannak. Ne idegenezzük le őket, hagyjuk, hogy segítsenek, mi is segítsünk nekik, mint ahogy Törökországban még most is lövik az embereket könygázzal, de több rendőrrel tönnyilkos, mint amennyi ember meghaltott. Mert nem bírják a lelki ismeretük az embereknek, hogy olyan dolgokat tegyenek, ami szembe megy az értékeikkel. Egyedül a pszichopatáknak, de ők kevesen vannak, hála jó égnek. Köszönöm szépen! Foglaljuk vissza az életünket! Azt beszéltük, 50-50% eső van ide is, meg oda is. Vagy az igazság győzött, vagy a zseb. Győzött a zseb az egyik oldalról. De a másik oldalról nem szabad feladnunk, nem szabad feladnunk, mert akkor magunk gyengeségét állítanánk, magunk gyengeségéről állítanánk ki bizonyítványt. Erősebbnek kell lenni. Nézzétek meg, nekünk vannak nagyon fontos dolog, hogy most, aki hallott róla, vasárnap éjfélkor elindult volna egy kamionos blokád. Elmaradt. Tudjátok miért? Azért, mert azok a kamionosok, akik továbbadták az SMS-t, az 50-es éveket idézően éjszakon civil ruhás rendőrök jelentek meg a lakásaikon, és azt mondták, hogy nem tudják megtiltani nekik, de javasolják, hogy ne vegyenek részt ezen a blokádon. Ezért nincs blokád, mert egyesével mentek ki hozzájuk és írták fel a telefonszámokat, egyeveket. Mindenki értett belőle, azonnal kapott volna egy APEC vizsgálatot. Én beszéltem azóta a kamionosokkal, egy hónap múlva a kamionosok itt vannak. Tudjátok miért? Ma Nyíregyházától, a Július 1-től Nyíregyházától Hegyeshalomig és vissza egy kis teherautó, egy 3,5 tonna fölöttinek az útdíja egy alkalomra oda-vissza 96 000 forint. Nem érdemes tovább dolgozni. Leteszik a kamionokat, ott hagyják, elrozsásodni, mert ezt nem lehet kigazdálkodni. Ezzel a tej 300 forint lesz, a kenyér pedig szintén ott lesz minimális költségben. Nem lehet. Ezeket az útdíjakat nem lehet még kigazdálkodni most már. Ezzel azt érik el, hogy az egész nemzetnek az utolsó fillérjét is kiszkolyozzák a zsebünkből, mert amit mondtak egyesek 2010-ben, hogy az államadóság és a devizahitelek nem kifizethetők, az már a valóság. Mára nincs utolsó több tartalékunk. Erre figyeljetek, ezért küzdjetek, ezért frakciódok, ezért ne hagyjátok el, mert folytatjuk el. Mert a bankok, ha rájöttek, hogy az árfolyamülésben az 1,2%-os 2004-es érték helyett, a Unicredit például 5,1%-ig vitte fel 2012-2010-től, akkor ők tudják, hogy ez a zsebükben lesz, és ez magával extra profit, az a haszon, amit tőlünk elvesztek úgy, hogy nem akarják tudomásul venni, nem akarják elismerni, hogy ez költség. Például nagyon jó adat az, hogy a KNTH a legtöbb annak több deviza árfolyama van. A KNTH 4,1%-ra vitte fel 2010-ben magát az árfolyamrés, és közben tudjátok mennyi a kereskedelmi árfolyamrése? A multiknak és a vállalatoknak? 0,66%, a hatoda sem. Na, ez az óriási különbség. Az ESZT-nek 4,1% az árfolyamrés a lakossági elszámolásban, viszonylatban. A cégekkel, mert azokkal nem lehet csinálni, ott 0,5%. Gondoljátok el, a rabszolgák vagyunk a saját országunkban, és mindenhol megvan az óriási különbség. A CIDnél 3,6 és 0,8,
Az Unicreditnél 5,1 és 1,8. Az OTP zsupájára vitte fel 2010-től magát ezt az árfolyam részt, amit itt nem akarnak elismerni, hogy egyszer ha elismernek, akkor az véglegesen el lesz ismerve, csak akkor el lesz törölve az egész társaság. Mert ez 90 óta szívja a vérünket. Nem volt rendszerváltás, megmaradtak, és már nem a gyerekeik, az unokáik is a anyagunkat telepettek. És nekünk már itt nincs életterünk, mert nem kellünk ide. Köszönöm a figyelmet!